Ezúttal Dévaványa látta vendégül az Otthonunk Békés megye rendezvény sorozatot. A megyejárás célja, hogy lehetőséget nyújtsanak a települések számára a Békés megyei önkormányzat szerepének, működésének és egymás törekvéseinek megismerésére, illetve elősegítsék az együttműködést a települések és a megye között. Dévaványa több intézménye is megkapta a megye intézménye feliratú táblát, melyeket ünnepélyes keretek között fel is avattak. Farkas Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke beszélt a megyejárás kihívásairól, céljairól és törekvéseiről. A megyei önkormányzat azért, hogy a megyében élő emberek megismerjék, hogy milyen célokat tűzött ki maga elé, milyen feladatokat szeretne megvalósítani az itt élő emberek érdekében, egy megyejárás programot indított el Otthonunk Békés megye címmel. Ennek a mai állomása Dévaványa. Itt szeretnénk megismertetni a dévaványai képviselőtestülettel, a dévaványai emberekkel a mi programunkat, és természetesen szeretnénk megismerni a képviselőtestületnek a törekvéseit, a településnek a fejlesztési elképzeléseit, hogy megpróbáljuk ezt összehangolni, és minél hatékonyabbá tenni azért, hogy az itt élő embereknek jobb legyen. Ez az egyik fő törekvése a megyejárás programnak. Másik pedig, hogy szeretnénk megismertetni, hogy a megyei önkormányzat intézményrendszerén keresztül milyen szolgáltatásokat tud biztosítani a Békés megyében élő embereknek, a dévaványai embereknek, mert úgy ítéljük meg, hogy ma nagyon-nagyon sok feladatot lát el a megyei önkormányzat Békés megyében, de ebből klasszikus értelemben nem ismerik az emberek, hogy az az ellátási mód, amit ők igénybe vesznek itt Dévaványán, ebbe az iskolába, a fiatalok az oktatás területén, vagy a gyermekvédelmi területen egy néhány száz méterrel arrébb a túrérpartján, vagy a település központjában a felnőtt fogyatékos ellátó intézményben. Ezek Dévaványán a megyei önkormányzat intézményei, és természetesen szeretnénk, hogyha tudnák azt, hogy mi azért dolgozunk itt, hogy az itt élő embereknek jobb legyen, egyrészt a foglalkoztatás területén, másrészt pedig azokért a célokért, amelyeket a társadalmi-gazdasági programunkban megfogalmaztunk. A rendezvénysorozat szerves részét képezte az, amikor egy vándortérképen helyezték el új lenyomatukat azok, akik otthonuknak érzik településüket és a megyét.